Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Kedves testvéreim és nővéreim, jó napot kívánok! Le breve similitudini proposte dall'odierna liturgia sono la conclusione del capitolo del Vangelo di Matteo. Azok a rövid hasonlatok, amelyeket a mai liturgiában, a mai szentmisében hallunk, azok a Máté evangéliumának abban a befejező, annak a fejezetének a befejező részében találhatók, amelyekben Jézus Isten országának példabeszédeit mondja el. Ezek között találhatunk két kis remek művet, két kis gyönyörű példázatot, ez pedig a földben elrejtett kincsről és a nagyon értékes gyöngyről szóló példázat. Ezek azt mondják el nekünk, hogy Isten országának a fölfedezése történhet hirtelenül, úgy, mint a földjén szántó földműves esetében, aki egyszer csak váratlanul kincset talál a földben, de történhet Isten országának a fölfedezése egy hosszú keresés után is, ahogyan a kincskereskedő esetében látjuk, aki végül megtalálja azt a nagyon értékes igaz gyöngyöt, amelyet nagyon régóta keresett. És hát mind a két esetben az az elsődleges fontosságú dolog, hogy mind a kincs, mind az igaz gyöngy, azok minden más értéknél többet érnek. És éppen ezért, amikor ez a földműves, illetve a kereskedő megtalálják a kincset, akkor minden másról lemondanak annak érdekében, hogy ezt megszerezzék. Nincs szükségük indoklásra, okoskodásra, gondolkodásra, hanem rögtön fölismerik annak az értékét, amire rátaláltak, és készek arra, hogy mindent elveszítsenek annak érdekében, hogy ezt az egyet megszerezzék. Így van ez tehát Isten országával is. Aki rátalál, annak nincsenek kétségei. Érzi, hogy ez az, amit keresett. Ez az, amire várakozott. És hogy ez választ ad minden hiteles vágyára, minden vágyát kielégíti. És valóban így van, aki megismeri Jézust, aki személyesen találkozik vele, az azt Jézus lenyűgözi, megbabonázza. Az ember teljesen elképed attól a nagy jóságtól, igazságtól, szépségtől, ami Jézusból árad, és hogy mindezt egy nagy alázat és egyszerűség kíséri. Milyen sok ember van, szent férfiak és nők, akik nyitott szívvel olvasták az evangéliumot, és annyira megérintette őket Jézus, hogy megtértek hozzá. Gondoljunk csak Assisi Szent Ferencre. Ő már keresztény volt, de csak úgy felszínesen. De amikor fiatalkorának egyik döntő pillanatában olvasta az evangéliumot, találkozott Jézussal, és felfedezte Isten országát. És akkor a földi dicsőség körül keringő minden álma szerte foszlott. Az evangélium megismerteti veled az igazi, az élő Jézust. A szívedre beszél és megváltoztatja az életedet. És akkor igen, akkor mindent elhagysz. Meg tudja változtatni ténylegesen az életmódodat, az életviteledet. Vagy pedig folytathatod azt, amit korábban csináltál, de te magad mássá válsz, újjászületsz. Megtalálod azt, ami értelmet ad, ízt, fényt mindennek, még a nehézségeknek is, a szenvedéseknek, sőt a halálnak is. Minden értelmet nyer, amikor megtalálod ezt a kincset, amelyet Jézus úgy hív, hogy Isten országa. Vagyis Istenről van szó, aki uralkodik az életedben, az életünkben. És ő ez az ország szeretetet, békét, örömet jelent minden emberben, mindenkiben. Ez az, amit Isten akar,
Ez az, amiért Jézus önmagát odaadta a kereszt kereszten, hogy megszabadítson bennünket a sötétségtől, és átvigyen bennünket az életnek az országába. Per cui Gesù ha donato se stesso fino a morire su una croce, per liberarci dal potere delle tenebre e trasferirci al regno della vita, della bellezza, della bontà, della gioia. Leggere tehát, hogy átvigyen bennünket az örömnek, a szépségnek az országába. Hogyha rátalálunk Jézusra, akkor rátalálunk erre az igazi krisztusi keresztény örömre. Fratelli e sorelle. Kedves testvéreim és nővéreim, di avere trovato il tesoro del regno di Dio traspare, si vede. Az öröm, hogy megtaláltuk Isten országának a kincsét, az, az áttetsző, az látszik. A keresztény ember nem tudja elrejteni a hitét, mert az átvilágít, áttetszik minden egyes szaván, megjelenik a gesztusaiban, még a legegyszerűbb hétköznapi tetteiben is. Megjelenik az a szeretet, amelyet Isten adott nekünk Jézus által. Imádkozzunk Szűz Mária közbenjárására, hogy megjelenjen bennünk és az egész világon a szeretet, az igazságosság és a béke országa. Most pedig imádkozzuk el az Úrangyalát. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. És ő méhébe fogad el Szent Lélektől, Szent Fián. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Íme az Úr szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. És az ige testvérünk. És mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat a napolt híveknek, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Amen. Áldott legyen az Úr neve. Most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Cari fratelli e sorelle. Kedves testvéreim és nővéreim. Domani ricorre il centesimo anniversario dello scoppio della prima guerra mondiale che causò milioni di holnap lesz századik évfordulója annak, hogy kirobbant az első világháború, amely több millió áldozattal és nagyon sok pusztítással járt. Definì un'inutile strage sfociò dopo quattro lunghi anni. Ezt a háborús konfliktust 15. Benedek pápa hasztalan öldöklésnek nevezte.
amelyet 4 évnyi háború után egy törékeny béke követett. Nel ricordo di questo dramma. Mentre ricordiamo questo tragico evento, miközben emlékezünk erre a tragikus eseményre, erre a drámára, kérem, kívánom, hogy ne ismétlődjenek meg még egyszer a múltnak ezek a hibái, tévedései, hanem tanuljunk a történelem leckéjéből, és mindig a béke mellett szóló érveknek adjunk elsőbséget, türelmes és bátor párbeszéd révén. Különösképpen 3 válságban lévő területre gondolok, Közel-Keletre, az iraki területre és Ukrajnára. Kérlek benneteket, hogy továbbra is kapcsolódjatok az imámhoz, hogy az Úr adjon azoknak a területeken lakó népeknek és az ottani vezetőknek, hatóságoknak bölcsességet és erőt, ami szükséges ahhoz, hogy határozottan tovább járjanak a béke útján, és hogy ha szidalmazás is éri őket, kitartóan folytassák a párbeszédet és a tárgyalást, és a megbékélés kiengesztelődés erejével. És minden döntésnek a középpontjába ne az egyéni érdekeket helyezzék, hanem a közjót és minden embernek a tiszteletben tartását. Fratelli e sorelle, mai la guerra. Te kedves testvéreim és nővéreim, soha ne legyen háború, soha. Penso soprattutto ai bambini. Gondolok különösképpen a gyerekekre, la speranza di una vita, degna. Akiktől a háború elveszi a méltó bambini élethez való jogot. Bambini feriti, bambini mutilati. Vannak sebesült, megcsonkított gyermekek. Bambini orfani. Árvák. Bambini che hanno come giocattoli residui bellici, bambini che non sanno sorridere. Fermatevi, per favore. Vannak gyerekek, akik már nem tudnak mosolyogni. Kérlek benneteket, álljatok meg. Hagyjátok abba, álljatok le. Rivolgo un cordiale saluto a tutti voi pellegrini. Szívből köszöntelek mindnyájatokat, kedves zarándokok, akik Olaszországból vagy más országokból érkeztetek. Üdvözlöm a brazilok csoportját. Le parrocchie della diocesi di Cartagena, Spagna. Le scout a Spanyolországból érkezett zarándokokat, a Gavióból, Portugáliából érkezett cserkészeket, madridi fiatalokat, a Sidónia Jerezből érkezett fiatalokat, azután a Monte Olimpino-ból, Comóból érkezett fiatalokat, a Conservéből és Ronchi Casalserugóból érkezett minisztránsokat, Catániából érkezett gyerekeket és az Acerrából érkezett hívőket. Auguro buona domenica. Mindjátoknak. Non dimenticatevi di pregare per me. Kívánok mindjátoknak további szép vasárnapot, kívánok finom ebédet, és ne feledkezzetek el arról,
hogy imádkozzatok értem a viszontlátásra. Mi is elköszönünk Önöktől, jövő héten ismét jelentkezünk az Úr Angyala imádsággal. Tőzsér Endre atyának köszönjük az együttműködést, maradjanak velünk, kövessék a Bónum Televízió élő közvetítéseit. Laudetur Jézus Krisztus. In aeternum amen.